Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt a Zene Show TV-t. Küzdelmes mérkőzés volt, úgy érzem. Igyekeztünk mindent megtenni, nagyon szerettük volna megnyerni a mérkőzést. Gondolom, hogy az látszott is. Nem mondom, hogy nagyon jól játszottunk, de a csapat akarta nagyon ezt a győzelmet. Ugye hát megszerezzük a vezetést a 83. percbe. Hát ez őszintén mondom, most úgy érzem, mintha vereséget szenvedtünk volna. Akkor a csalódás ez a döntetlen most. Kicsit csalódott volt a mérkőzés, mert azt gondolom, hogy nem egy pontot szereztünk, hanem megint kettőt vesztettük, ugyanúgy, mint múlt héten a Győr ellen. Igazából elég bosszantó, hogy egy tavalyi bronzérmes csapat nem képes lehozni kapott gól nélkül meccseket. Úgyhogy ezért én mindenképpen bosszus vagyok, és egyáltalán nem örülök ennek az egy pontnak. Tényleg egy X-es meccs volt, tehát ha úgy nézik, akkor rá is végül is a döntetlen, de úgyhogy megszereztük a vezetést a 82. percben. Hát itt csalódott vagyok, azt kell, hogy mondjam. Tehát ki kellett volna védekeznünk, onnantól azt a 10 percet, ami hátra volt, sajnos nagyon gyorsan kaptuk rá a gólt. Elképesztő játékvezetői dolgok voltak. Most az, hogy téved valamiben a játékvezető, az rendben van, de tehát az a legalapabb dolog, hogy gólhelyzetben nem fújok le egy mérkőzést, és ebben nem tudok mást feltételezni, csak a rossz indulatúságot. Tehát előtte olyan szabadrugást kapott az MTK a 92-ben, ahhoz konkrétan nekünk kellett volna szabadrugást rúgni, ellenben ők rúgtak veszélyes pozícióból, majd a 90 nem tudom hányadik percben kapuralövési szituációban lefújja a meccset. Tehát ilyen a világon nincs. Én nem azt mondom, hogy ezen múlt a mérkőzés, ez csak egy szelete, de olyan kicsi különbségek vannak itt a magyar bajnokságban a csapatok között, hogy ez igenis beleszámít egy ilyen is, és a játékvezető ne döntse el a meccset, én azt gondolom. Azt meg kell említenem, hogy tényleg büszke vagyok a csapatra, mert tényleg nagyon jól hajtott, nagyon jól küzdött ezen a nehéz pályán, ami igazából nem nekünk fekszik, mert inkább mi a játszós csapat vagyunk, de tényleg oda tettem mindenki magát, úgyhogy ilyen szempontból büszke vagyok mindenkire. Azt tudtuk, hogy nagyon jó csapat az MTK, tehát itt nekünk nem voltak illúzióink, hogy ide jövünk, könnyen elviszük a 3 pontot, hazamegyünk és örülünk rá, erről szó nincs. Pontosan ezért nagyon fontos minden apró momentum, akár a játékvezető ítéletekről beszélünk, akár a saját játékunkat elemezzük, mert tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen ez egy futballozós jó csapat, független attól, hogy most éppen hogy szerepelnek a bajnokságban, de ezért is vagyok bosszus, mert a játéképe alapján, meg a formánk alapján azt gondolom benne volt 3 pont. Egyik szurkoló azt mondta, hogy ha nem lesz jó meccs, akkor maximum megfordítjuk Nándi bácsit. Szerinted jó, hogy látta ezt a mérkőzést? Hát nem tudom, belülről nem volt, biztos, hogy nem volt egy nagyon látványos mérkőzés, hiszen mind a két csapat azért stabilan védekezett, küzdelmes meccs volt, ugye nem történtek csoda akciók, meg csoda megmozdulások. Biztos nem tudom, hogy a tévéből milyen volt, én azért egy jó iramú mérkőzésnek láttam, hogy egy élvezhető mérkőzés volt belülről, azt nem tudom, hogy kívülről milyen volt. Pont azt beszéltük a srácokkal most fönn az öltözőben, hogy az ilyen mérkőzéseken múlnak a bajnoki helyezések a végén. Tehát elhullajtottunk 2 pontot múlt héten a Győr ellen, most azt gondolom, hogy bőven benne volt az, hogy ne egyet, hanem 3-at szerezzünk, és a végelszámoláson a bajnokság végén ezen fognak számítani, hogy ezek a pontok elmaradnak, nem jönnek, és megint küzdhetünk majd a nagy csapatok ellen a további fordulókban azért, hogy visszatornázzuk magunkat oda, ahova kell.